Mint már korábban is a Szentendrei Fidesz szervezet elnökének sajtótájékoztatóján, a városvezetés médiumainak képviselői nem, csak a TV Szentendre stábja jelent meg. Török Balázs azzal kezdte megszólalását, hogy a sajtótájékoztatót négy szomorú hír miatt hívta össze, ugyanis aggodalomra okot adó hírek jelentek meg Fülöp Zsolt polgármester környezetéből. A helyi Fidesz elnöke azt mondta, hogy a jelenlegi polgármester azt a Pál Gábort indítja képviselő jelöltként a belvárosban, aki a nemrégiben nyilvánosságra került levelezésében többek között főkajmánoknak nevezi a zsidó rabbikat, illetve undorító tájidegen népségként apostrofálja a magyarországi zsidó közösséget. Azt gondoljuk, hogy egyetlen egy olyan ember sem lehet Szentendrén képviselő, aki ilyen antiszemita kifejezéseket használ, vagy használt korábban. Mi felkérjük ezért Pál Gábort, hogy a képviselőjelöltségtől lépjen vissza. Török Balázs ezt követően arról beszélt, hogy feltehetően Gyurcsány Ferenccel állapodott meg Fülöp Zsolt a júniusi választáson induló képviselőjelöltek személyéről. Napokban napvilágra került a TESZ-nek is a kompenzációs listája, és hát meglepetésre a Fülöp Zsoltot követően második helyen a DK országos politikusa szerepel, harmadik helyen pedig a Momentum országos képviselője szerepel a TESZ listáján. Az biztos, hogy ez valamilyen fajta megegyezést mutat a háttérben. Azt gyanítjuk, hogy Gyurcsány Ferenccel kellett megállapodni a Fülöp Zsoltnak a saját képviselői listájáról, hiszen nem a szél fújta a DK és a Momentum országos politikusait pont a szentendrei kompenzációs lista élére a TESZ színeiben. Ráadásul ezek a személyek már biztosan képviselők lesznek Szentendrén, tehát vagy a körzetükben megválasztott képviselőként, vagy listás képviselőként ők bent lesznek a következő képviselőtestületben. És ráadásul az egyikőjük, Bíró Barna, ő egy kecskeméti illetőségű momentumos politikus, de mértjük, hogy mit keres egy kecskeméti ember a szentendrei választási listán a TESZ színeiben. A továbbiakban arról fejezte ki nem tetszését a helyi Fidesz elnöke, hogy véleménye szerint ezer szállal összefonódott Soros György szervezetével, a civil kollégium alapítvánnyal, Fülöp Zsolt és a városvezetés. Ezzel a szervezettel és a hozzájuk kapcsolt vagy kapcsolódó civil kotta egyesülettel szervezi Fülöp Zsolt most ezt a lakossági fórumot, ahogy korábban is nagyon sok lakossági fórumot szervezett már velük. Velük csinálja a közösségi tervezést, velük szervezheti a közösségi költségvetést, ők tartottak képzéseket a városházán a városházi dolgozóknak, gyakorlatilag mindenütt ott vannak, ahol a lakossággal kapcsolatban az önkormányzat kommunikál, adatokat gyűjt, adatokat elemez és kiértékel. Szerintünk ez nagyon aggályos, hogy a városháza ennyire teret enged a külföldi vagy külföldről is finanszírozott befolyásnak. Végezetül Török Balázs bejelentette, hogy választási kifogást nyújtott be a helyi választási bizottsághoz, mert Fülöp Zsolt rendszeresen saját választási kampányára használja fel a városi infrastruktúrát. Megjelentetett önmagáról egy választási beszélgetés interjút a város honlapján, a város mobil applikációján keresztül küldi választási üzeneteit a szentendriekhez, sőt, a Fülöp Zsoltnak a Facebook hirdetéseit is Szentendre Város Önkormányzata finanszírozza. Megkérjük Fülöp Zsoltot, hogy azonnal hagyja ezt abba, és adja vissza a szentendreieknek azokat a városi erőforrásokat, amiket most saját kampányára fordít és költ. Fülöp Zsolt csak polgármester, nem sajátíthatja ki magának az egész önkormányzatot. Így fejezte be sajtótájékoztatóját Török Balázs.